Komoly változás lépett életbe az év elejével a hazai pálinka főzésben. Január 1-e óta adómentes a tevékenység azok számára, akik maximum 86 liter 50 fokos gyümölcspálinkát állítanak elő. Igaz ez a saját desztilláló berendezést használók esetében és azokra is, akik egy bérfőzde szolgáltatásait veszik igénybe. Miután idehaza közel 25 ezer regisztrált magánfőzőberendezés működik, amelyekkel évente mintegy 10 millió liter párlatot készítenek, sokak előtt nyílt meg az út az ingyenes pálinka főzés előtt. A lehetősége megvan mindenkinek, hogy ha van otthon mondjuk 4-5 köztmétebokra mondjuk, és akkor van egy 10-20 literes főző berendezése, akkor ő magának elő tudja ezt állítani. Vagy ha van mondjuk egy szilvafája otthon, vagy egy baracfája, akkor onnan akár szisztematikusan egyesével elkapkodja a barackját, és abból készít szelfrét. Tehát ebből lehet nagyon szép termékeket készíteni, és a saját fogyasztásra el tudja fogyasztani, és akkor egy büszkeséget okoz neki, hogy ez az övé. A szakember arról is beszélt 35 perc című műsorunkban, hogy a fekete kereskedelem mérséklését ugyanakkor nem segíti az intézkedés, miután az a kereskedelmi főzdék dolgát nem könnyítette meg. Az általuk készített italok forgalma így is lecsökkent, elsősorban a járványhelyzet miatti vendéglátóhely bezárások miatt, és szavai szerint a túlélésért kell küzdeniük. Az adók elengedése vagy mérséklése ezért számukra is fontos lenne, hiszen azok jelentős terhet jelentenek, amelyeket végső soron a fogyasztók fizetnek meg. Egy 5000 forintért kapható pálinka árának például majdnem a felét az adók teszik ki. Van egy kereskedelmi jövedéki adó, amit mindig megfizetünk 100%-os mértékben, van rajta egy ilyen népegészségügyi termékadó, egy úgynevezett chipsadó, meg van az egésznek az áfája. Korábban egyébként január előtt a bérfőzdéknek ennek a kereskedelmi jövedéki adónak a felét kellett megfizetni, ami mondjuk 1 liter 50 fokos pálinkánál 835 forint volt. Tehát most január 1-től annyival olcsóbb a bérfőzés, illetve a magánfőzősöknek is most már ezt az adót sem kell befizetni. Csoboly Attila szavai szerint a kereskedelmi főzdék által előállított pálinkák több szempontból is biztonságosabbnak mondhatók, mint a magánfőzéssel készítettek. Előbbieknek ugyanis számos kötelezettséget kell teljesíteniük, mások mellett a NEBIH és a katasztrófa védelem elvárásainak is meg kell felelniük. Az otthon készült párlatoknál, mert hogy ezeket hivatalosan nem is lehet pálinkának hívni, ez nem feltétlenül garantált.